nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Radnóti Miklós. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. Édesanyja Grósz Ilona meghalt a szülés után, és Miklós ikertestvére is. Az apa, Glatter Jakab, újra nősült. Felesége Molnár Ilona szerető nevelőanya volt, aki egy Ágnes nevű kislánynak is életet adott. Mindketten azonban Auschwitzban lelték halálukat. Miklós 12 évesen vesztette el édesapját, s ezért rokonai nevelték, iskoláztatták tovább. Középiskolás korában ismerkedett meg szerelmével, Gyarmati Fannival, aki 1912. szeptember 8-án született, és ma is él. A magyar költészet hitvesi lírájának gyöngyszemeit köszönhetjük-e kapcsolatnak. 1930-ban Szegedre vették fel az egyetem magyar-francia szakára. Első kötete, mely 1931-ben jelent meg, az Újmódi pásztorok éneke címen, perbe fogták, de 8 napi fogházbüntetését a fellebbezés után felfüggesztették. 1934-ben tette le a bölcsészdoktori szigorlatot, majd 1935-ben tanári oklevelet szerzett. Már Hitler hatalomra jutásakor 1933-ban megérezte a veszélyt származása miatt. Tanárként nem is tudott elhelyezkedni. Elhatározta, hogy helytáll az életét veszélyeztető barbár erőkkel szemben, s a költészet erejével harcol és dokumentálja korát, szenvedését, rettegését és időnként fellobbanó reményeit. E lelki harcban Fanni segíti őt. 1936-ban a Járkály csak halálra ítélt című verskötetét adja ki, 37-ben Baumgarten díjat kapott, majd Lafontaine és Apolliner verseit fordította. A háború alatt többször hívták be munkaszolgálatra. Ebben az időben írta a leghíresebb verseit, a 8 eklogát, melyekből követhető a kétségbeesés fokozódása. Egyetlen reménysugárba kapaszkodhatott, s ez Fanni szerelme. Megrendítő, hogyan tudott tökéletesre csiszolt versformákat, hexametereket alkotni a szenvedés közepette. Utolsó behívóját 1944. május 18-án kapja meg. A szerbiai bortáborában írja utolsó verseit. A német csapatok visszavonulásakor felszámolják a táborokat. Elterjed egy rém hír, miszerint a tábort két részre osztják, s aki a másodikba kerül, azt kivégzik. Aki az első csoportba kerül, az elkezdi menetelését a magyar határ felé. A költőnek sikerül az első csoportba kerülni, mégis ez okozza a végzetét. Ugyanis a második csoportban maradt foglyokat a szerb partizánok néhány nap múlva felszabadítják, s így ők maradnak életben. A költőt 21 végleg elgyengült raptársával együtt Abdán agyonlövik. A tömegsírt 1946-ban exhumálták, s ekkor találták meg zsebében a borinoteszt, melyben remek művek sorakoznak. Műfajai. Vergilius eklogáinak fordításakor Radnóti is 10 eklogából álló versciklust tervezett, de halála megakadályozta ebben. Az ekloga műfaja párbeszédes pásztori költemény hexameterekben. A dialógus forma kiválóan alkalmas a benne lévő kételj, vívódás kifejezésére. Szerelmi lírája. Szerelmi lírája azért olyan különleges, mert szinte mindegyik alkotása Fannihoz szól, akiben szerető társat, feleséget, anyát, az élet értelmét találja meg. A Tétova óda című vers azért olyan különleges, mert már a cím is oximoron,
azaz ellentét a jelző és a jelzett szó között. Az óda dicsőítő költemény, mely görögül dalt jelent, latinul Carmen a neve. Ez a mű arról szól, hogy a költő talán képtelen kifejezni szerelmét méltóképpen. Esztétikai mércéje túl magas, talán nem tud megfelelni neki, mint ahogy Petőfi a Minek nevezzelek című versben erre az ellentmondásra építi költői bravúrját. Mindketten remekül oldják meg a maguknak feladott leckét. Radnóti e versben megfogalmazza megrendítő arszpoétikáját is. Mert annyit érek én, amennyit ér a szóversemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgő és áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesültség a ház. A holttól cirmosé mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. S még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér. Felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap, mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres, vizes pohár. Boldog, mert véled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felémint, hajad kibomlik, szétterül, lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnyal ebben. Kezed párnámra hull elalvó nyírfaág, de benned alszom én, is nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony bölcsvonal hűs tenyeredben. A Borinotesz. A Borinoteszben találták a következő verseket, hetedik ekloga, levél a hitveshez, alaröserss, razgednicák. A táborban írt művek közül az első a hetedik ekloga. Ez nem más, mint Fannihoz írt belső monológ, remény és kételyek között vergődik, s mindent áthat az ellentét, az ellentmondás, a körülményeket, az érzéseket egyaránt. Itt mindenki egyformán szenved és ugyanabban reménykedik. A szenvedők sorsa azonos, mindenki fájdalmát átéli, és mérhetetlenül megveti azt a korszakot, mely így megalázza az emberi méltóságot. Levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok, üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom. S szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva, féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e,
s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éber lét útjára visszahulva, tudom, hogy az vagy, hitvesem, s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékjét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vadférfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága hull rám. Az Alarösers című vers címe Proust az Eltűnt idő nyomában című regényére utal. A rendkívüli zeneiségű alkotás megrendítően idézi fel a múlt szép és elegáns pillanatait, a közös alkotás boldogságát, de ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Mindent szétdult a háború, ami szép és nemes volt. Radnóti, Alarösers. Régi szelédesték, ti is emlékké nemesedtek. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal, hova csúszol a múlt a kiszapján? Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátot ittak a fürge barátok a szép szemű karcsú pohárból? Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó, zöld jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján, és éltek a holtak, s otthon voltak a foglyok. Az eltűnt drága barátok, verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. S még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékike társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak, dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc az ő ügyük ott lenn, s most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová, mindegy, hova tűntek a bölcsborozások. Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú, fiatal nők ajka körül szeme alján. Elnehezettek a tündérléptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj? Az a kocsma. A hársak alatt az az asztal. És akik élnek, még hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem és torzóik aránya kibomlik, s mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, s beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben s idegen legelőkön alusznak.
1944. szeptemberében a németek a Bori központba indították a foglyokat a szovjet előrenyomulás elől. E menetelés nehézsége jelenik meg az Erőltetett menet című versében. A művet Nibelungizált Alexandrinban írta, mint Vogelweide az Ójaj, hogy eltűnt minden című alkotását. Az egész vers, az Erőltetett menet, belső monológ, négy mondatból áll, és minden sor közepén erőteljes cezúra, sormetszet található, mely szimbolizálhatja az előttük álló kanyargós utat is. Itt a bizakodás és a remények teljes feladása áll szemben egymással minden lépésnél. Erőltetett menet. Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked, svándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárnyemel, s hiába hívja árok, maradni úgy sem mer. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb, szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még, s mint egykor a régi hűs verandán a béke méhez öngne, míg hűl a szilvalekvár, s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lomb között gyümölcsök ringnának mesztelen, és fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, és árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. De hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek. A Razglednica szerbül képes lapot jelent. Itt a költő a menetelés állomásairól ad hiteles pillanatképet. A türelem már tényleg halált virágzik. A német mondat jelentése, ez még felugrik. Majd eldördül a második lövés barátjának, Lorsi Miklósnak halálát okozva. Radnóti tudja, hogy az ő sorsa is így fog beteljesedni. Razglednicák. Első. Bulgáriából vastag vad ágyúszó gurul, a hegygerincre dobban, majd tétovás lehull, torlódik ember, állat, szekér és gondolat, az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad. Te állandó vagy benneme mozgó zűrzavarban, tudatom mélyén fény lesz örökre mozdulatlan s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál, vagy korhat fának odván temetkező bogár. Második. 9 kilométerre innen égnek a kazlak és a házak, s a réteg szélein megülve némán riadt pórok pipáznak. Itt még vizet fodroz a tóra lépő apró pásztorleány, s felhőt iszik a vízre ráhajolva a fodros birkanyáj. Harmadik Razglednica. Az ökrök száján véres nyál csorog, az emberek mind véreset vizelnek. A század bűzös vad csomókban áll, fölöttünk fú a förtelmes halál. Negyedik. Mellé zuhantam, átfordult a teste, s feszes volt már, mint húr, ha pattan. Tarkólövés. Így végzett hát te is, súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan, halált virágzik most a türelem. Der springt noch auf, hangzott fölöttem, sárral kevert vér száradt fülemen. Thank you.
Mint mondottuk, Gyarmati Fanni ma is él. A megközelíthetetlenség legzavarba ejtőbb példányának láttam Fannit. Okos lány volt, őszintén érdekelte nem csak az irodalom, de minden műveltséganyag, s közben elegáns, sőt tündöklően szép leány is volt. Mégis, ahogy bájos szemöldökét felvonta, ahogy a száját keserédes kifejezéssel csücsöríteni tudta, valahogy úgy, mintha biggyesztené, az embernek mindig az volt az érzése, hogy valamilyen illetlenségét kap tőle megrovást, amit egyébként néha szóban is közölt, írta Vas István a ma 100. születésnapját ünneplő Gyarmati Fanniról, Radnóti Miklós feleségéről, a kiemelkedő tanárról, aki egész életében kerülte a nyilvánosságot, nem vállalt közszereplést, magánemberként őrizte férje emlékét. Fanni 1926 őszén ismerte meg Radnóti Miklóst, Radnóti 17 éves, Gyarmati pedig 14 éves volt, és ugyanahoz a tanárházas párhoz jártak matematika órára. A kezdeti diákszerelemből végül házasság lett, és az utolsó menedék a halálba menetelő költő számára. Az özvegy ma is a Pozsonyi úti közös lakásukban él, és az ajtón dr. Radnóti Miklós neve áll. Egyik kedvenc versem a Mint a Bika című. Úgy éltem életem mostanáig, mint fiatal bika, aki esett tehenek közt unja magát a déli melegben, és erejét hirdetni körbe rohangat, s játéka mellé nyálából ereszt habos lobogót. És rázza fejét, és fordul, szarván a sűrű, repedő levegővel, és dobbantása nyomán gyötrött fű, s föld fröccsen a rémült legelőn szét. S úgy élek mostan is, mint a bika, de mint bika, aki megtorpan a tücskös rét közepén, és fölszagol a levegőbe. Érzi, hogy a hegyi erdőkön az őszbak megáll, fülel és elpattan a széllel, mely farkas torda szagát hozza sziszegve, fölszagol, s nem menekül, mint menekülnek az őzek. Elgondolja, ha megjön az óra, küzd és elesik, s csontjait széthordja a tájon a horda, és lassan, szomorún bőg a kövér levegőben. Így küzdök én is, és így esem el majd, s okulásul késő koroknak csontjaim őrzi a táj. Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát, az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, még én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát kihalkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte ás üzen. Piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg, és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol mész, hol áfonya, s az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek, aznap egy kőre léptem én. Ím itt e kő, de föntről e kő se látható, nincsen műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ér hazánkra újból a béke ujja.
s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk vérrasztó éji felleg. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották.